A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk orvosportré sorozatunkat, vendégem pedig Zahár Ákos, a Szent György Kórház mozgásszermi sebészcentrumának vezetője. Tisztelettel köszöntöm. Örülök, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok, örülünk, hogy itt van velünk, mondhatom azt. Legyen egy Bulgakov idézet a mai beszélgetésünk alapja. Megérzés nélkül egy orvos nem ér semmit. Az ön szakmai pályafutását elnézve azt nagyon is jól tudjuk, hogy önben bizonyosan van megérzés. Viszont ahhoz, hogy megismerkedjünk azzal a pályafutással, ami fémjelzi mindazt, azokat az életszakaszokat, amelyek mentén eljutott a jelenig, meg kell, hogy ismerkedjünk a fiatal Ákossal, aki, mint olvasom, 6 esztendősen is eldöntötte, hogy bizony orvos lesz. Én is jó estét kívánok, és köszöntöm a televízió nézőit is. Igen, 6 évesen a szomszéd gyerekkel ezt játszottuk, hogy beöltöztünk sebésznek, és egy ilyen zöld fürdőköpenyt vettem föl, fordítva, tehát így előről hátra bebújva, és volt egy ilyen nagy mackónk a hugommal, és akkor azt operáltuk, szétszedtük, összevartuk, injekciókat adtunk, és azt képzeltük, hogy mi sebészek vagyunk. Ez azért érdekes, mert nálunk a családban egyébként nem volt sebész, meg orvos se nagyon, úgyhogy ez nekem egy teljesen így az ismeretlenből jött ez az indítatás, de az teljesen világos volt számomra, kisgyerekkoromtól kezdve, hogy én orvos leszek, azon belül is sebész. Ennek ellenére ugyanakkor a felsőfokú tanulmányait Bécsben kezdte, és német szakra járt először. Igen, a gimnáziumban Budapesten a piaristákhoz jártam, nagyon jó német tanáraim voltak, és valahogy megtalálták bennem a fantáziát, és nagyon könnyen és szívesen tanultam németül. Vannak is német családi vonatkozásaink, úgyhogy már kisgyerekkorom óta beszéltem németül, de nagyon intenzíven foglalkoztak velem, főleg Medgyes János tanár úr, és végül is OKTV-ből, német nyelvből OKTV-t nyertem. És ilyeténképpen felvételi nélkül kerültem be a német szakra az egyetemre. Akkor volt a rendszerváltás, akkor omlott le a szögesdrót a határon, és akkor szüleim jóvoltából kikerültem Bécsbe, és ott elkezdtem tanulni. Először német szakon, hogy még egy kicsit elmélyítsem a német tudásomat, de miután nem akartam filológus lenni, hanem orvos akartam lenni, ezért aztán átmentem az orvosi karra, és ott jártam tovább. Tehát jött az eleve elrendelés, azért ez nagyon-nagyon fontos pillanat egy fiatal életében, tehát a gyermekkori álmait beteljesítette. Ugyanakkor mégsem vitte végig Bécsben, ha úgy tetszik, hanem mondhatnám most már, hogy hála Istennek, hazajött a sotéra. Igen, hát Bécs és Budapest akkor is már nagyon közel volt egymáshoz, és csak egy ugrás volt hazajönni, meg egy ugrás volt kimenni, de nem akartam soha kimaradni húzamosabb ideig, meg dolgozni is itthon akartam, tehát számomra világos volt, hogy visszajövök, és végül is itt fejeztem be Budapesten a SOTÉ-n, az Orvos Egyetemet. Mit hozott haza Bécsből? Bécsből nagyon sok mindent hoztam haza, mert ott belekerültem olyan körökbe, akik teljesen másképp látták a világot, mint mi annak idején Magyarországon a 80-as években. És egy nagyon nyitott, nagyon komoly baráti társaságra tettem szert, szerte ágazó baráti társaságra, akikkel mai napig jóba vagyok. És ott kommunikációs készséget, nyitott, őszinte beszélgetéseket, a probléma feltárásnak bizonyos emberi vonatkozásait tanultam meg, és hoztam haza, és szerintem mai napi profitálok ebből, hogy bizonyos kommunikációs készségekre szertettem.
ki és kik voltak azok a professzorok, akik nagy hatással voltak önre, akik olyan értelemben felejthetetlenek, hogy ma is meghatározzák az orvosi pályafutásodat, ami elkíséri? Ez egy jó kérdés, ezen még nem gondolkodtam el soha ennyire mélyen, de Bécsben két professzor volt, aki megmaradt bennem. Az egyik az anatómia professzora volt, Firbász professzor, aki egy nagyon bohém ember volt, kabrióval járt, hosszú őszhaja volt, és ilyen hosszú sálla lobogott a haja, amikor nyitott tetővel ment, és egy nagyon színes egyéniség volt, és ő nagyon megszerettette velünk az anatómiát, és ő volt az első, aki anatómia órán egy ortopédiai műtétből egy artroszkópos felvételt játszott le nekünk, és ez nekem nagyon tetszett, akkor még nem tudtam semmit az artroszkópiáról, meg a térdről is éppen, hogy csak valamit, de az, hogy bele lehet nézni egy térdüzületbe, és ott lehet dolgokat elvégezni, anélkül, hogy föl kéne vágni, ez nekem akkor nagyon megtetszett. Tehát ez mindenképpen meghatározó volt számomra. Tehát egy másodpercig sem volt kétséges, hogy szakirányként a sebészetet választja. Igen, a sebészetet, de akkor még az ortopédia, a traumatológia az még nem volt ennyire egyértelmű, akkor még nyitott voltam sokféle sebészeti irányzat felé. Amikor megérkezett a Sotéra és végzett, akkor nyilvánvaló, hogy az óriási felelősség és kérdés, hogy miként tovább. Önnél ez hogy alakult? Hát a Sotén ott már egy sokkal iskolásabb rendszerbe kerültünk be, mert Bécsben akkor már a bolognai rendszer érvényesült, és ott nagyon sokat kellett utána járni, hogy milyen kurzusra jár az ember, melyik órára, melyiket veszi föl, melyikből tesz le vizsgát, úgyhogy az elég nehéz volt akkoriban. És aztán a SOTE ehhez képest egy ilyen iskolai struktúra volt, csoporttal, órarenddel, meghatározott tanrenddel. Úgyhogy ebből a szempontból sokkal könnyebb volt haladni a tanulmányokkal és a vizsgákkal. És akkor úgy kezdett kialakulni, hogy mifelé orientálódom, és akkor már 5-6 évben úgy alakítottam mindig az órarendemet, hogy be tudjak járni rendszeresen az ortopédiai klinikára a Budapesten, ahol aztán rektori pályázatot írtam, TDK-ztam, szakdolgozatot ott írtam, és bejártam rendszeresen asszisztálni az ortopéd klinikára Lakatos tanár úr mellé, aki aztán később a tanítómesterem lett. Csak nem egy évtizedet töltött a klinikán, tehát itt is voltak azért meghatározó személyiségek, hiszen ön említette Szendrői professzort, illetve a kórház, mármint a mi kórházunk főigazgatóját, Bucsi Lászlót is. Igen, tehát amikor oda kerültem, 1998-ban nyertem el az állást végül is, többen pályáztunk, és hát akkoriban nem volt könnyű bejutni a Sotének egy klinikájára. Én akkor már bejártam 2 éve a Lakatos tanár úrhoz. A Lakatos tanár úr mellett megismertem akkor Bucsi tanár urat, aki ott egyetemi docens volt, és végeztünk ott utánkövetéses vizsgálatokat, betegeket néztünk meg, több mint 500 beteget néztünk meg cement nélküli csípőprotézissel, és ezeknek a hosszú távú eredményességet néztük meg. Ez volt az első tudományos munkám, meg az első közlemény, amiben részt vettem, és annak a tanulmánynak a vezetője Bucsi tanár úr és Lakatos tanár úr voltak, és ebbe a csapatba kerültem be nagy szerencsémre. És a klinikánk igazgatója, Szendrői professzor úr vezette ugye nem csak a klinikát, hanem az egész tudományos életet, és végül is ő volt az, aki fölvette engem, ő volt az első főnököm, és neki is nagyon sokat köszönhetek, hogy elindított ezen a tudományos útvonalon az egyetemben, ugye nem csak gyógyítani kellett, hanem oktatni is, és a tudománnyal is foglalkozni. És még megemlíteném Viszkeleti professzor urat is, aki mindannyiunknak a nagy tanítómestere volt a Sotén, és ő egy egész különös egyéniség volt, egy kisugárzása nagyon erős volt, és nagyon sokat lehetett tőle tanulni, nem csak a szakmában, hanem emberségben is, világlátásban, nyitottságban, toleranciában, egy rendkívül erős egyéniség volt, kis termete ellenére, és egy nagyon, nagyon jó ember volt, nagyon jó orvos volt. Tehát az első pillanattól kezdve kézenfogva járt önnél a szike és a tudományos munka, ami azt hiszem, hogy remekül kiegészítette egymást és erősítette, teszem hozzá. Igen, a tudomány az ugye az egyetemen elvárás volt, és hát csináltam is, de
de nem voltam annyira sikeres itthon, mint később külföldön, tehát aztán nekem az igazi tudományos karrier az külföldön indult el, de a kezdetek mindenképpen itt voltak Budapesten, és itt tanultam meg ennek az alapjait, és ott volt lehetőségem az első szárny próbálgatásokra. Mi vitte Hamburgba? Hiszen ez egy fontos állomás a pályafutásának. Ugye azt mondják, hogy az orvos nem esetekkel, hanem emberekkel foglalkozik. Azt hiszem, hogy Németország kivételesen jó lehetőséget ad arra, hogy ez valóban nem csak fejben, hanem gyakorlatban is megvalósulhasson. Igen, hát a Hamburg, az, először is azt kell róla tudni, hogy az ortopédiában, Európában az első számú intézet, ez Hamburgban van, úgyhogy egy endoklinik, 1976-ban Buchholz professzor alapította, és azért egyedülálló, mert nagyon sokat végeznek ebből a műtéttípusból, amivel én foglalkozom, csípő és térprotézisekről beszélünk, illetve azoknak a cseréjéről. Tehát ez a klinika, ez mindig is ilyen ezres szériákkal foglalkozott évente, és amikor ott voltam, akkor is 8-10 ezer csípő térprotézis műtétet végeztek évente, ami egy fantasztikus szám. Egész Magyarországon végzünk ennyit az összes kórház együtt, mint ott az az egy kórház. És egyrészt mennyiségében, másrészt minőségében egy fantasztikus hely, úgynevezett Center of Excellence, tehát törekednek mindig arra, hogy jó eredmények legyenek, hogy standardizáltak legyenek a beteg utak, a műtét lépései, stopper órával mérik, hogy milyen a betegcsere, 46 percben van meghatározva egyik műtét végétől a következő műtét elejéig az idő, ami rendelkezésre áll, hogy kitakarítsák a műtőt, és kicseréljék a beteget, és fölépítsék az új műszereket. Tehát ez egy egész fantasztikus dolog, úgy, mint a Forma 1-ben. Ez persze mutatja azt is, hogy ugye itt fontos az is, hogy megfelelő esetszámot átvigyenek, tehát nagyon hatékonyan kell dolgozni, és azt az ember ezt megtanulja. És az volt a szerencsém, hogy első alkalommal még szakorvos képzés alatt Budapestről, a Sotéről jutottam ki Hamburgba egy hónapos gyakorlatra, amit még annak idején Vizkereti professzorról intézett, és aztán ott ismerkedtem meg magával ezzel az intézménnyel, és hát akkor leesett az állam teljesen, hogy ilyen létezik, és amit mi csinálunk Budapesten, az is nagyon jó, de hát az, mintha egy másik bolygó lenne, az a Hamburg. És aztán később, 2009-ben, tehát 11 évvel később, kaptam egy lehetőséget, hogy kimenjek egy egyéves továbbképzésre. És aztán ott valahogy beszippantott engem a rendszer, és az egy évből végül is 9 év lett. Igen, hát az ortopéd traumatológiai szakvizsgája az azt hiszem, hogy meghatározó volt a szakmai pályafutásában. Egyébként azon túl is meghatározó volt mindent, amit aztán később hazahozott, erről még fogunk beszélni. De aztán nyilván nem állt meg, mert itt olvasom, hogy szeptikus revíziós tímben dolgozott főorvosként. Ez megint a pályafutásának egy olyan része, ami meghatározó. Igen, a szeptikus sebészet, ugye a csípő és térprotézisek, mindig úgy beszélünk róla, hogy a ortopédia és a sebészet legsikeresebb beavatkozásai, de minden, a legsikeresebb beavatkozásnak is vannak árnyoldalai. És lehetnek szövődmények, minden műtétnél lehetnek szövődmények, ennél is, és az egyik rettegett szövődmény, ami körülbelül durván 1%-ban fordul elő, az a fertőzés, amikor egy beültetett protézis elfertőződik. És ez a szövődmény típus, ez már fiatal szakorvos koromban fölkeltette a figyelmemet, és amikor a Sotte ortopéd klinikán dolgoztam, akkor én kezelhettem a klinika szeptikus betegeit, én voltam a szeptikus részlegen, ami nagyon nehéz volt, tehát időben sokkal több ráfordítást igényelt, mint más részlegeken dolgozni, de engem ez nem zavart, és engem nagyon érdekelt ez az egész mikrobiológia, a baktériumok, az antibiotikumok, a betegek hogy reagálnak a kezelésre.
viszonylag hosszú és nehéz kezelésen esik át a beteg ilyenkor, az hogy lehetne lerövidíteni, hogy lehetne a betegnek ezt az egészet elviselhetőbbé tenni. És ez foglalkoztatott engem, és ezért örültem nagyon annak a lehetőségnek, amikor kijuthattam Hamburgba, ahol ezt a protézis fertőzéseket a legprofibb módon kezelték már akkor is, és kidolgoztak egy speciális kezelési módot, amit ott megtanulhattam, és aztán később ebben a szeptikus tímben, amikor dolgoztam, akkor évi 100-120 ilyen műtétet végeztem én magam is, és az egész tímbe pedig 450 beteget láttunk el évente, csak ilyen szeptikus szövődménnyel. Viszont ön hitt abban nyilvánvaló, hogy a folyamatos fejlődés záloga a további tanulás, hiszen a PhD jött 2017-ben, és utána pedig áttette a székhelyét Berlinbe. Ami megint egy nagyon-nagyon fontos lépcső, bár ez már a közelmúltban volt, de én azt gondolom, hogy egy orvos számára, ha hívják, és ráadásul egy olyan helyre, ami a szakirányán belül elismert mindenütt, az egy óriási lépés. Igen, Hamburgban nagyon jól éreztem magam, és nagyon sokat dolgoztam, és nagyon sok új módszert tanultam meg. De valahogy úgy éreztem, hogy valami többre vágyom, és megpályáztam egy állást Berlinbe, egy osztályvezető főorvosi állást Berlinbe, amire 12-en pályáztunk, és 4 körbe hívtak be minket újra és újra, és meghallgattak, és az ötleteinket, és az elképzeléseinket, és végül én voltam a legjobban meglepődve, hogy engem választottak, és ezért aztán Hamburgból áttettük a családommal együtt a székhelyünket Berlinbe, ami egy nagyon izgalmas város, és egy nagyon jó hely végül is, de hát Hamburghoz képest azért kicsit visszalépés volt, azt kell, hogy mondjam. Legalábbis a város szépségeit és a kultúráltságát tekintve. Akkor ezt így gondoltuk. És akkor nagyon kicsit úgy meg is ijedtünk ettől a feladattól, feleségem is, gyerekek is, én is. De végül is azt kell mondanom, hogy Berlin egy fantasztikus hely, és mind kulturálisan, mind látnivalókban, mind a várost körbevevő tavak, erdők, bicikliutak tekintetében szintén egy fantasztikus jó hely, ugyanúgy, mint Hamburg. És végül is jól éreztük magunkat, csak aztán jött a Covid. És ott osztályvezető főorvos lehettem egy kórházban, ami egy viszonylag nagymúltú kórház volt ortopédiával, és ott vezettem ortopédia, traumatológiát, gerincsebészetet, sportsebészetet, és talán a jóisten akarta így, hogy ezt meg kell lépni, ezt a karrier lépcsőt, mert aztán ez volt az előzménye annak, hogy Fehérváron is egy hasonló komplexitású mozgásszervi sebészeti centrumot vezetek most. Szerintem a tanulási fázishoz ez kellett, ez a berlini kis kitérő. Ezt köszönjük Bucsi Lászlónak is, bizonyos értelemben, és önnek is, hogy hazajött, hiszen 2 évtized után azt hiszem, hogy ez egy nehéz döntés volt. Mondom ezt azért, mert ön talán Prohászka püspök után szabadon elmondhatja, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Ön ezt meg is valósította, méghozzá Németországban, 2 fantasztikus helyen. Tehát szakmai szempontból mindenképpen fantasztikus helyen. És akkor egyszer csak 2021-ben pedig megérkezett egy olyan klinikára, ami akkor indult, olyan értelemben, hogy az ön számára újdonságot nem tudott mutatni, viszont szakmai szempontból óriási kihívás lehetett ennek a meghívásnak eleget tenni. Igen, szóval Németországban jól éreztük magunkat, és egy évre terveztük kimenni, és végül is 12 évig voltunk kint, de soha nem akartunk véglegesen kimaradni, sem a feleségem, sem a gyerekek, sem én. Tehát ezt többször megbeszéltük. És mindig terve volt véve, hogy egyszer hazajövünk. És Bucsi tanár úrral nagyon jó baráti viszonyban voltam mindvégig, amíg kint voltunk, ő is volt nálunk, mi is voltunk itt, látogattuk egymást, kongresszusokon találkoztunk, beszélgettünk. És mindig mondta, hogy ő nagyon szeretné, hogyha én lennék majd az ő utódja, amikor ő nyugdíjba megy. És én ezt el is fogadtam, örültem neki, megtiszteltetésnek vettem, hogy rám gondolt, és ezt úgy el is tudtam képzelni.
És mindig mondtam, hogy jó, persze, csináljuk. Nagyon sokan szkeptikusan azt mondták, hogy hát ez biztos, csak ezt mondod, de nem fogsz soha majd Berlinből vagy Hamburgból Székesfehérvárra menni. Én ezt mindig is komolyan gondoltam. Aztán egyszer csak jött a Covid, mindent átírt, egyszer csak jött ez az egész átrendeződés. Bucsi tanár úrból kórházigazgató lett, az ő helye ugye megörült ilyen képpen a Mozgásszervi Sebészeti Centrum élén, és ezt a lépést, amit az ő nyugdíjazása utánra terveztünk, ezt előrébb kellett hozzuk, és ez pont így volt jó, mert én is abban az élethelyzetben voltam, hogy a Covid miatt ott Berlinben már nem éreztem annyira jól magam, mert a hazajutás mindig nagyon nehézkes volt, repülőjáratokat töröltek, határokat lezárták, és nagyon nagyon hazavágytunk már tulajdonképpen. És ez jött a lehetőség, hogy akkor most pályázzuk meg az állást, és akkor megkaptam, én lettem a centrumvezető, és egy nagyon jó csapatot örököltem Bucsi tanár úrtól, egy nagyon jó centrumot, ami már föl volt építve. Oda megérkeztem, szintén a Covid kellős közepén, amikor az ortopédián a nővérek a Covid részlegre voltak vezérelve, az orvosok a traumatológián dolgozhattak, csak az ortopédián nem, szóval az sem volt egy könnyű időszak. De valahogy ezek a kihívások, ezek csak erősebbé tettek, és a eltökéltségemet csak még jobban megerősítették. És nagyon örültem, hogy végre megérkeztünk, hazajöttünk, és elkezdhettem itt a munkát, és ennek most már több mint egy éve. Ugye az lett volna a következő kérdésem, hogy mi fogadta itthon, és hogy miként látott neki a munkának. Szükség volt-e változásokra? Nyilván nagy változásokra nem, de azért azt hiszem, hogy egy új vezető nyilván bizonyos értelemben más elképzelésekkel indul neki a munkának, és hát ön örökölt egy csapatot. Igen, tehát a csapat az nagyon összeállt már, és egy összeszokott brigád volt, akik viszont nyitottak az új technológiákra és az új sebészi módszerekre. Mind a traumatológián, mind az ortopédián igaz ez. És egy olyan helyzetbe kerültem, hogy gyakorlatilag néhány új műtéti technika bevezetésével, néhány új implantátum bevezetésével sikerült átalakítani úgy a munkát benne az osztályon, benne a centrumban, hogy mindenkinek ez a motivációját növelte, illetve el tudtam fogadtatni ezeket a módszereket, nem erőszakoltam rá senkire, hogy most mindenki holnaptól úgy operálja a csípőt vagy a térdet, mint én. Én csak megmutattam, hogy van egy ilyen lehetőség, és akinek kedve van, az kövesse. Mindenkinek asszisztáltam, megnéztem, hogy ki hogy operál, ki hogy látja az ortopédiát, a traumatológiát. Nagyon sokáig bejártam minden reggel a traumatológiai referálókra, és néztük a röntgeneket együtt a kollégákkal. Úgyhogy ez egy ilyen lassú építkezés volt, de azt gondolom, hogy gördülékenyen és konfliktusmentesen sikerült sok minden újat bevezetni és felépíteni, illetve a napi életben, amit úgy szembe tűnő volt számomra, hogy nem észszerű, nem célszerű, nem hatékony, azokat megváltoztatni, például a beteg előjegyzést, a műtétek beosztását, a napi munka tervezését, de végülis egy jól működő osztályon túl sok mindenhez nem kellett hozzányúlni. Ugye önnek nem újdonság, hogy a csípő és a térd műtétek száma rohamosan növekszik Magyarországon is, teszem hozzá, de Magyarországon különösen rossz helyzetben vagyunk. A nézők ezt gondolom megerősítik. Én is ebben a helyzetben vagyok, úgyhogy hozzátehetem a magamét. Hol tartunk ma ebben a kérdéskörben, hiszen ez egy rendkívül fontos egy bizonyos életkor után? Magyarországon a csípő és térprotézis beültetések, illetve az implantátumok területén jól állunk. Ott tartunk, ahol Európa
nyugati felében is az implantátumok tartanak körülbelül. Van 5-6 olyan gyártó, akinek a termékeit használják a legtöbb kórházban. Ezek Magyarországon is elérhetők. Mindegyik jó minőségű, tehát itt a legjobb minőségű termékeket hasonlítjuk össze egymással, és a legjobb minőségű termékek elérhetők Magyarországon. Akár állami, akár privát egészségügyi ellátás területén. A beültetéseknek a gyakorisága az, ami a különbséget jelenti. Ezért alakulnak ki a várólisták Magyarországon. Nyilván a Covid ezt nagyon erősen megnyújtotta. Most azért már tavaly november óta intenzívvel azon dolgozunk, hogy a várólistákat csökkentsük, és extra délutáni műtétekkel, plusz műtőkapacitással, a kórházigazgatás szerencsére támogat minket ebben, és le tudjuk faragni a várólistát. Tehát a magyar beteg jó minőségű protézist kap, jó minőségű műtétet kap, jól képzett orvosok végzik a műtétet, a várólistákon kell dolgozunk, hogy minél rövidebbek legyenek, és ezen rajta vagyunk. Úgyhogy szerintem a magyar csípős térprotetika most itt tart. Vannak új technológiák, amik már elérhetők, nem csak magánkórházakban, hanem állami kórházakban is. Amin nagyon intenzíven szeretnék dolgozni, és ami az én szakmai célkitűzésem, hogy ezek a protézisek bekerülnek, de nem tartanak örökké. Tehát egy 15-20 év után cserére szorul egyik vagy másik alkatrész, vagy az egész protézis. Ezt a műtétet revíziónak hívjuk, amikor kicseréljük a protézist. És ez a revízió sebészet, ez az én szívem csücske, és ezek a műtétek körülbelül a protézis műtéteknek egy olyan 20%-át teszik ki, és az én feladatom és célkitűzésem az, hogy ezek a protézis cserék, protézis revíziók egy nagyon magas színvonalon történjenek Magyarországon, hogy a betegek biztonságban legyenek, hogy a szövődményeket nagyon alacsony szinten tudjuk tartani, és hogy olyan kórházak, olyan szakemberek végezzék ezeket a műtéteket, akiknek nagy a tapasztalata ebben, és akik sokat csinálnak belőle. És ezért az én célom az, hogy ilyen revíziós centrumok jöjjenek létre Magyarországon. Tehát a szakmai jövőképe rendben van, ez nyilvánvaló, ugyanakkor folytatja a tudományos munkáját. Igen, a tudományos munkát is folytatjuk, és van PhD hallgatóm, illetve itt a ortopéd tanszéken, a Pécsi Tudományi Egyetemmel együtt részt veszünk az oktatásban, PhD hallgatók képzésében és medikus oktatásban, gyakorlatokban. Tudományos eredményeinket továbbra is publikáljuk. Próbálom előmozdítani itt az osztályon is a publikációra fogékony kollégáknak a munkáját elősegítve, és célom továbbra is a beszélgetés végén mit kívánjunk önnek, munkatársainak, a sebészeti centrum dolgozóinak? Hát mit, három kívánságunk van? Akár. Hát elsősorban erőt, kitartást és egészséget, mert hogyha mi kiesünk, mi megbetegszünk, akkor nem tudunk segíteni a betegeken, akik a mi segítségünkre szorulnak, tehát ez a legfontosabb, hogy egészségesek legyünk. Ezen kívül azt kívánjuk, hogy ahogy a kórházunk vezetősége mögöttünk áll, ugyanígy az egész magyar egészségügy nyerje el azt a méltó helyét a társadalomban, amit megilleti a fontosságánál fogva, nem csak az orvosok, hanem az szakdolgozók, nővérek, műtősnők, gyógytornászok, és egyéb szakdolgozók is megkapják azt a megbecsülést, amit megérdemelnek, mert a pályaelhagyás az, ami a leginkább fenyegető probléma az egészségügyben, és minden nap azon izgulunk, hogy nehogy valaki elhagyja a kórházat, és máshol keresse a boldogulását.
mi magunk úgy tudunk ehhez hozzájárulni, hogy motiváljuk a csapatot, példát mutatunk, gondoskodunk a jó hangulatról, gondoskodunk a jó munkahelyi légkörről, gondoskodunk arról, hogy mindenki szívesen járjon be oda dolgozni, és mondja el ezt másoknak, és jöjjön utánpótlás. Tehát fiatalokat be tudjunk vonzani a kórházba, például műtősnők utánpótlása egy probléma, és ezen dolgoznak a főműtősnő és a csapata, hogy kimennek az iskolákba, és népszerűsítik ezt a szakmát, ami nagyon szép szakma, műszerelni egy műtétnél, és sterilen adni a műszereket, a sterilitásról gondoskodni, felelősséggel, az orvosokkal együtt ellátni ezt a műtéti tevékenységet, ez egy nagyon szép szakma. Úgyhogy ez a második, amit kívánok, hogy legyen utánpótlás, és a harmadik pedig az, hogy tudjunk továbbra is ilyen jó körülmények között dolgozni, mint most, és olyan technológiákat tudjunk alkalmazni, amiket én megtanultam Németországban, és haza tudtam hozni ezeket, és a betegek javára tudom fordítani. Köszönöm szépen, történjék így. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Zahár Ákos, a Szent György Egyetemi Oktatókórház Mozgás Szerviz Sebészcentrumának vezetője volt. Megtisztelő figyelmüket megköszönve, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.